Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, te boldog László orvosnak azt a hivatást adtad, hogy a szegényeken és a betegeken segítsen, családjáról gondoskodva pedig atyai szeretetet tanúja legyen, add, hogy mi is álhatatosak legyünk a te szolgálatodban, és életünk folyamán minden körülmények között rád figyeljünk, és téged kövessünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Hozd meg az éhezővel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztest föl, és ne fordulj el embertársad elől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan behegged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége gyűjt egybe téged. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel, íme itt vagyok. Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jól lakhatod az elnyomottat, akkor fölragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik. Ez az Isten igéje. Boldog az a férfi, aki az Úr törvényében leli örömét. Boldog az a férfi, aki az Úr törvényében leli örömét. Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem lép a bűnösök útjára, a gúnyolódók körében nem foglal helyet, hanem az Úr törvényében leli örömét, az ő parancsairól elmélkedik éjjel és nappal. Boldog az a férfi, aki az Úr törvényében leli. Az, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, mely idejében gyümölcsöt érlel. Nem fonnyad el a levél ágain, siker koronázza minden tettét. Boldog az a férfi, aki az Úr törvényében leli örömét. De nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem mint a polyva, melyet szétszór a szél. Mert az Úr őrzi az igazak útját, de pusztulás a gonoszok sorsa. Boldog az a férfi, aki az Úr törvényében leli örömét. Alleluja! 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 Az Úr legyen veletek! És az ellenetek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor Jeruzsálembe menett Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus ült az út szélén.
Amint ezt meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltotta, Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus ekkor megállt és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte, mit akarsz, mit tegyek veled. A vak könyörgött, Uram, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá, láss, hited meggyógyított téged. Azonnal visszanyerte látását, dicsőítette Istent és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta Istent. Ezek az evangélium igényi. Áldunk téged, Krisztus! Uram, add, hogy lássak! Kedves testvérek, nem olyan régen, egy-két napja beszélgettem valakivel, és nagyon megkapott az, amit mondott. Ő valami olyasmit mondott, hogy ő avval foglalkozik, hogy jót tegyen az életében, tehát, hogy ami jó, azt csinálja. Tehát, hogy megkülönböztesse a rosszat a jótól, és a jót csinálja. Ez a jerikói vak, vagy vakok, ugye, ahogy a különböző evangéliumi szakaszokban fönt maradt ez a történet, különböző evangélistáktól. Ugye pontosan a látással van problémájuk, hiszen nem látnak. Nyilván ennek a történetnek mindig ugye az a nagy kérdése számunkra, azt a kérdést vetik föl számunkra, hogy mennyire látunk jól. Ugye ez a vak nem látta a földi életének a dolgait, viszont fölismerte, meglátta lelki szemeivel Jézus Krisztust, a megváltót. Mi, akik látunk, mennyire látjuk meg a földi dolgokon túl Jézus Krisztust, a megváltót? Mennyire ismerjük föl, hogy ő a Messiás, ő a megváltó király, a felkent király, a Messiás király? Nyilván ennek a történetnek alapvetően ez az üzenete, vagy ez a kérdése számunkra. Mennyire ismerjük föl a jót, és mennyire ismerjük föl a rosszat. Kedves testvérek, régi jézusi gondolat, amit talán szabad újra és újra megismételnünk, fölhoznunk, hogy a jó fának jó gyümölcse van, a rossz fának rossz gyümölcse van. Lehet, hogy nem azonnal derül ki a rossz gyümölcsnek a miensége. Lehet, hogy idő kell hozzá, míg az, ami kívánatosnak mutatkozik, igazából megmutassa az ő valóságát, és kiderüljön az ő rosszasága. De előbb-utóbb világos, hogy a rossz fa rossz gyümölcsöt hoz, és a jó fa jó gyümölcsöt hoz. Ez kell, hogy legyen egy alapvető iránytű az életünkben a jó és a rossz megkülönböztetésénél. Lelki beszélgetésekben, gyónásokban is ugye nagyon sokszor jön elő ugye ez a megszólásnak, meg a rágalmazásnak a kérdése. Kedves testvérek, kérjük a kegyelmet a Jézustól, hogy ne térjünk el a helyes iránytól. Tehát magunk esetében se, és mások esetében se, ne térjünk le az egyenes útról. Ne térjünk le arról a harmóniáról, ami mag előtt látja a jót, és kerülni akarja a rosszat. Ez nagyon-nagyon fontos. Számomra úgy tűnik, hogy ma, a mai világ egy olyan világ, ami egy nagyon káoszos világ, nagyon káoszos valóság. Ezért is fogott meg talán ennek a férfinak ezek a bizonyos szavai, ezért fogtak meg ennyire, hiszen manapság, minthogyha a jóról az terülne ki, vagy az derítenék ki, hogy rossz, a rosszról pedig az derítenék ki, hogy jó.
minthogyha elvesztenénk az irányt, minthogyha nem tudnánk arra a belső hangra hallgatni, ami a lelkiismeretünk és a lelkiismeretünkön túl Jézus Krisztus. Nyilván a lelkiismeretünket állandóan vizsgálni kell, hiszen nagyon könnyen félrevezethet minket, hiszen van téves lelkiismeret. De hogy ebből a lelkiismeret vizsgálattal és ebből a Jézusra való figyeléssel azért képesek vagyunk meglátni a jót. Batthyány Stathmann László meglátta a jót. Ugye nagyon, nagyon megkapó az ő élettörténet, azt hiszem valamennyiünk számára, akik egy kicsit ismerjük őt, hiszen gyakorlatilag egy ilyen főúri ficsúrból lett egy valóban megdöbbentően nagy szent, és az ő szentségét azt hiszem kevés dolog bizonyítja jobban, mint hogy ugye az egyik fia is, aki ugye talán 22 éves korában halt meg, ha jól emlékszem, gyakorlatilag élő eleven szentként halt meg, ugye súlyos betegségben, vagy hát egy nagyon sok fájdalmat okozó testi nyavajában. És hát ugye a felesége is egy olyan ember volt, aki kvázi nyilván a fiának vonatkozásában is elmondhatjuk, ugye szenteket nevelt. Tehát, hogy egy olyan környezetet, egy olyan családot tudott kialakítani és fölépíteni, nyilván igenis építkezésről van szó, amely egy szent család, ahol valóban a szentmise, a szentmisére járása, szentségekkel való élés, az egy mindennapi gyakorlat volt. És hogy ennek a fényében ő gyakorlatilag az életét, energiáját, anyagi javait rá tudta áldozni azokra a betegekre, akik megkeresték őt az ő kórházában. Akikhez mindig, tudni a betegekhez mindig volt jó szava, és valóban foglalkozott velük. És ezek a betegek is nagyon egyszerű emberek, paraszt emberek, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel fordultak az ő orvosuk felé. És vélek megindító az ő példája, és megindító lehet számunkra talán az ő példáján is elgondolkozni ezekkel a jerikói vakokkal együtt, hogy látjuk-e a jót az életünkbe. Nyilván egy következő dolog lenne, erről talán már ne essék most szó, de nyilván ezt mindenki saját magára vonatkoztatva hazaviheti, hogy mennyire vagyunk bátrak kimondani azt a jót, amit felismertünk, hiszen ez már ugye a tanúságtételnek a kérdése, de előtte talán ott van az a feladat, vagy az a küzdelem, hogy fel akarjuk ismerni a jót, és hogy felismerjük a jót, és valóban a jót választjuk, és a rosszat elkerüljük. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy boldog Batthyány László közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Add Urunk, hogy boldog László szolgált példáját követve bennünk is meglegyen a feltétlen bizalom gondviselő jóságodban. Add Urunk, hogy egyházad mindenütt hirdesse és gyakorolja is az irgalmas felebaráti szeretetet. Add Urunk, hogy híveit készek legyenek megosztani anyagi és lelki javaikat rászoruló embertársaikkal. Add Urunk, hogy a keresztény szülők gyermekeiket Isten ajándékának tekintsék, és igaz keresztény szellemben neveljék. Add Urunk, hogy példás keresztény életünk által a föld sója és a világ világossága legyünk. Urunk, adj egyházadnak, rendünknek szent szerzetessé papi hivatásokat. Istenünk, te boldog Batthyány Stathmann László szolgálatban tiszteletre méltó példaképet adtál nekünk. Add meg, kérünk, hogy kegyelmed segítségével követni tudjuk az ő imádságos életét, egyházias lelkületét, családjának áldozatos szeretetét, az egyszerű és szegény emberek őszinte szolgálatát Krisztus a mi Urunk által. Csodás gyógyítója, az alázatnak
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy ez az áldozat, amelyet Boldog László emlékezetére bemutatunk neked, árassza hívő népedre a béke és az egység áldását, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teletkedet. Emeljük föl szívünket. Ölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által, az Anya Szent Egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk. A szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságod mindenkor kérve. És ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt, Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség ura is. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus,
teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyh az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat éltetjük, Urunk, és hittel halljunk Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tettük életessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Gábor, Kornél és Balázs segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, boldog Batthyány Statman Lászlóval, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent élekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsárai és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Keresétek először az Isten országát, és minden mást megkaptok hozzá, mondja az Úr.
Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a mennyei lakoma, amelyben boldoglászló emléklapján részesültünk, szentelje meg szívünket és lelkünket, hogy valóban az isteni természet részesei lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a szellemeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Imádkozunk a Pálostent szándékáról, édes magyar hazánkért, szerzetes hivatásokért, a világ békéért, a járvány elmúltáért. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi szólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a sátántól szükségei ellen, oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.